jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit, ez a Plants vs. Zombies Garden Warfare nevezetű játék második része, ugyanis nagyon ráfügtem erre a játékra, iszonyatosan szeretem, és arra gondoltam, csinálok ebből még egy pár ilyen rész, ha nem bánjátok, remélem nem bánjátok. A mai nap olyat fogunk csinálni, hogy Garden Ops, tehát az, hogy meg kell védenünk a kertet, és azt általában négy személy, illetve négyen lehet játszani, négyen vagyunk egy csapatban, és akkor jön a zombi horda. Nekem nagyon tetszik ez, egyetlen problémám van vele, hogy kevés pénzt lehet vele szerezni, úgyhogy nem az igazi. De mindegy, azért megpróbáljuk. Na csinálunk, kreálunk egy meccset, én leszek most a host, kiválasztjuk a pályát, és általában kiválasztva a pályát szoktak jönni, tehát itt állandóan dobálja be az embereket, illetve jönnek. Melyik legyen? Mondjuk legyen valami esti pálya szerintem, de ne ez, hanem mondjuk legyen ez este. Ja, mivel nem jönnek emberek, ezért én nekivágok egyedül, remélem nem baj. Na szóval, srácok, indítsuk el ezt a nagyszerű játékot, Ravizy, Garden Warfare második része, amiben Garden Ops-ot fogunk játszani. Az olyasmi gyakorlatilag, mint a Call of Duty Modern Warfare, vagy nem, hanem ami is az új rét, a Ghost, vagy nem, a Modern Warfare 3-ban van egy ilyen Special Ops, tehát ott is be kell védeni területet, és közben jönnek az emberek. És akkor többen vagytok, azt hiszem, hogy csak ketten lehet lenni, és akkor be kell védeni, tudtok mindenféle ézét lerakni. Dolgokat ott is, itt is ugyanígy lebírt plantóni növényeket, stb. Amik segítik a védekezést a bázison. Én most jelenleg szeretnék menni egy P-shooterrel, de nem a sima P-shooter, ugye most megszereztem, van sima P-shooter, az így néz ki. Ez ilyen natur, ezt már úgy raktam rá, ezeket a skineket, ezek ilyen koszfoltok, vagy nem tudom mi. Van a plazma pi, ami igazából már megint más, láthatjátok, az elég komoly tudsz. Tehát ez már gyorsabban tud lőni, és tud ilyen töltődést, hogyha nyomva tartod a lövést, akkor így töltődik. És amikor teljesen megtelik az arca, vagy a pofája, kilövés, bum, levesz valami 50-et, tudod, elég nagyot tud sebezni. A Barry shootert szeretem, az egy ugyanolyan, mint a kicsit mácifráztam, látjátok. Hasonló, mint a sima borsólövő, csak ez olyan, mintha rakétákat lőnek ki be, hogyha mondjuk ide lövöd mellé az ellenségnek, akkor így ráfröccsen a soft, és abból is kap. Na menjünk akkor a Barry shooterre, nekem az egyik kedvencem. Na, induljunk! Hát ugye így kezdődik. Hoppá, itt mik ezek, Molnár Krisztián? Ja, jó, most hagyjuk ebben a részben Molnár Krisztián. Na, itt van a csáva, aki minket hozott, és tulajdonképpen azon él, hogy 10 körre van osztva ez a játék. 10 kör túléljük, akkor ez jön majd értünk, és illetve ez a csávó, ahogy hívják, ez a Crazy Dave, igen. Jönni fog értünk, és megment. Na, látjátok, ott van egy kert, illetve ott van egy kert, ami alatt látszódik, hogy írogatja, hogy bónusz, még ilyenek, azt még soha nem próbáltam, úgyhogy azt fogom most beplantolni. Azt szeretném. Kicsit rágyorsítunk. Na, és akkor ezt beplantolom. És ez lesz a bázisom. Látjátok, kis kaktuszok vannak, kis tökön minden. Kapjuk itt a pénzikét. Na, és ide lehet plantogatni bizony különböző növényeket. Én ide rakok egy egyszerű kis gombát, ami lézersugár, nem tudom, nem hiszem, hogy lézersugár, de valamilyen valamit így kilő a csőréből. Ez pedig ilyen izé. Fú, minek mondják ezt? Aknavető, vagy rakét? Nem, aknavetője. Akkor mik vannak? Van egy ilyen fagyasztó ice cream shooterünk. Igen, és még látom, ügyek is tudunk. És már azt hiszem jönnek azon, hogy ide pedig egy sima P-shootert, amiből kurva sok van, úgyhogy ja, ezt nem szabad sajnálni, ott jönnek, ja. Úgyhogy oda felugrunk, onnan felugrunk, igen, és innen darálunk. Hú, de jó lenne eltalálni. Látjátok, hogy darálja? Uva! Majdnem megijedtem, basszus. És jönnek. Na, volna ezek, hogy fogják folyamatosan, ahogy látom, de itt még azt hiszem valakit tudnék. Mondjuk egy ilyen darálót, ezt nézzétek, egy kis minigános. Hoppá van! P-Gatling. Ezek egy szépen, mint az első 2-3 körből simán fogják egyedül, és ha nem csinálok semmit, akkor is tudnak bejönni, mert látjátok, hogy milyen aktivitással működnek, az ott is bum. Lőle. Tehát ezt is, ez például az aknavető volt, ez a kis öreg. Köszönjük szépen a közreműködést, öreg. Szóval, 5 másodperc van. Arra, hogy felkészüljünk a következő körre, úgyhogy sietek gyorsan, de be is ágyazok megint valamit. Hogy legyen egy ilyen fire, egy tüzes lövő.
Hát az... ugye is lehet gyereket, akkor ott korakom még egy ilyen... hogy hívják ott... aknavetőt? Ez általában remekül vézi a munkáját, a dolgát. Gyermekeim. Ott jönnek, aha. De miért nem találom az anyátokat? Általában jól szoktam célozni, de mostanában mi van? Aha. Látjátok a Pirit? Hop-hop. Ez egy izé soldier, ez már egy komolyabb zombi. Tehát ennek már van rendes élete is. Valamint tud lőni, meg ilyenek. Úgyhogy, ja. Akkor itt minden oké? Okay? Hol jönnek? Leugrok, már nem látok semmit. Aha. Megmentek felek, öreg? Hú, azt is leszettük. Engem előjetek, gyerekek. Hó, szóval itt a pénz. Gondolom büszke rá, ez a büszkeségi boltvék, vagy mi az Isten. Szóval, hogyha jól játszol, akkor még 20 pontot is kapsz. Hoppá, van gyerekek, hoppá, van. Ja, ezeket kell megvédeni, ezeket a kis bébi növényeket, ami a tököcském. Mi van itt fent? Ja igen, special weapon, hogy jönnek ilyen bosszok, lesz ilyen boss. Azt viszont kurva nehéz ezt kiszedni. Nem is tudom melyik az a boss, amelyiket alig lehet kilőni, ilyen kalapba van. Varázsló, vagy a fasz tudja. Olyan, mint a Bat... na, melyik tud átváltozni? Ja, Dracula, hogy... ja, Dracula, azt szerintem Dracula. Én mindig átváltozok ilyen izébe. Dobok egy bombát nekik, ezt fejezik, és bum! Bim! Ez kibaszott hasznos. Ja igen, hát elvileg volt egy olyan achievement, hogyha nem érintik meg a kertet, akkor kapok pénzt. De hát most már megérintették úgy, hogy cumi van. Honnan jönnek még? Honnan elvileg? Aha. Úgy összeszaladnak. Micsoda? Megölték a kis virágomat? Ott az egyiket megölték. Húha. Itt még ki él? Itt a P-shooter is halott. Bassza meg. Kilőtték. Meg ezt is. Basszus. Kaptuk még egyet. Megpróbálom megvédeni őket, de nem egyszerű gyerekek. Itt egyedül vagyok. Az akkor jó, hogyha négyen vagyunk, akkor kibaszottul lehet vinni. Jó van, túléltük, de szerintem most jön valami boss. Ez nem lesz egyszerű. Igen. Ide pedig most rakjunk egy... még egy ilyet. Van szarásig. Szóval... mi a fene? Aknavető genyó. Aha, ott jönnek ma az engineerek is, meg minden, ami csak kell. Oda be kéne magam fáradni. A kúró száraz. Meg fog ölni. Bazzeg. Kéne egy ízét telepítenem. Sunflowert. Bazzeg. És nincs senki ugye, aki revive-oljon úgy, hogy... saját magamat vagyok kénytelen revive-olni, nem baj, dobok egy bombát nekik. Valamit kaptam. Shift F1, szóval megpróbáljuk, megnézem mi az. Szóval kéne nekem egy Sunflower-t valahol telepítenem, mert az ugye életet ad. És remélem itt ott van, oda tudok is egy Sunflower-t. Ez az is, ez a szóra nekem a napsugara, energiáit. És akkor kapok érted, ez jó, életkét. Egyetlen baj ez a kis mushroom, hogy ez ilyen betoi, tehát hogyha itt vannak a zombik körülötte, akkor ez beszarik és összehúzza magát és nem csinál semmit. Ez a WC-s zombi, figyeljétek, én újságpapírra jön. Tökéletes, kaptuk a filmokat. Vagy 50-est kaptunk, köszönöm szépen. Mindenki oké? Okay? Jó, hát. Ja, azt mondom, hogy előbb, jó, ott nincs semmi, igen. Mi legyen mondjuk? Legyen a darab. Valahogy pedig föl kellett volna mennem ott. Húha, és most jön egy boss mod, igen, ilyenkor kisorsol random izéket. Az egy nagy zombi, azt föl kell velem. Egy nagy zombi, meg kettő tombstone, tehát az azt jelenti, hogy tombstone-t, amíg nem nyírom ki, folyamatosan jönnek a zombik, úgyhogy elég nagy gázba vagyok, és egyedül vagyok. Nem is tudom először, mit csináljam. Na, akkor most pirítom. Jó, hallottam, hogy valami van, nem oké. Jaj, ez meg! Fölrobbant, egy öngyilkos merénylő. Gyorsan egy bombát. Valamit gyorsan, mert egyedül vagyok. Hol a Sunflower? Hol a Sunflower? Ja, ott nyírták ki. Itt volt a gomba helye, ugye? Ó,
jaj, meg fog halni kb. 5 másodpercen belül. Jajaj. Á, persze. Itt vártam volna. Full egyedül vagyok így kb. Sem értem, de most itt vagyok fent. Hoppá, na. Ez a tombstone, ott van valami tombstone. De jó lenne ezt nagyot kilőni előtte. Itt ennyi, nem vissza találni. Ez az, tudod, darálják az a kis haverok. Jó van, ez meghalol, hogy látom. Ez az gyerek, ügyesek voltunk. És most lehet rámenni a tombstone-ra. Még mindig nincs semmi veszve, még mindig életben vagyok, illetve még van lehetőség arra, hogy megint nyerjük, sőt, biztos meg is fogjuk nyerni. Jaj, ide lefog. Ó, hát ide lehet plantolni szarásunk, gyerekek. Most az a lényeg, hogy ki kell szedni a sírköveket, mert ha nem szedjük ki, akkor folyamatosan megállás nélkül jönnek ezek a genyók. Most azonban rohanok és széttépen. Ja, most ott vannak. Engem hagyjatok. Hát ott van egy, láthatjátok, azt kell kilőni, és akkor végül is meg is. Meg is túléltük a kört. Most hol van? Itt van alattam. Tom! Ez az. Egy pár lövés és szavasz van, gyerek. Jó, hát ott meg bevédik egy kicsit. Ezzel nem ez van. Jól van, ezek az egyes zombik, ezek lófaszkodnak, simán ki lehet szedni. Na, túléltük, nyerjük a boss fémet, fú, negyedül, úgyhogy büszke vagyok magamra. Ezért ennek örömére szép plantalom megint ilyen kis üzes genyóságokkal. Jó, ez elég szépen kiszedtek, mint tényleg itt, látom. Kicsiket szétszedték. Fagyasztós. Ott mi van, ugye még azt hiszem lehet, itt még éltek? Jó, van, így is adtok. Meglocsolok titeket, hogyha ezt is túléljük. Itt mi legyen? Itt mi legyen? Na mondjuk legyen egy izé, mert sose lehet tudni. Na. Jön a hatodik kör, már még négy kör hátra van, bárcsak. Na, akkor ide beplantolom magam. Jelentek, bárcsak. Most a szálljon kicsit a tudóskenyő. Igen. Honnan jönnek még? Csak szemből? Szétszedi az izémet, mushroomomat. Élsz még? Jó van, él. Ez szétrombolom, mert ez gyógyítja a zombikat, akik ez a heal elő. Azt bírom, hogy olyan zombik jönnek, amikor ilyen bucket head, ugye van egy izé a fején, egy mondd már bucket vödör. Ugye azok akkor valamilyen szinten biztosítva vannak ugye a növények ellen, hogy sokan nehezebben halnak meg, aztán ilyenkor nem bírok beszélni, néztek el, mert akciónak, akkor itt nagy gáz van. Szóval igen, azokat nehéz kinyírni. Van olyan is, ami be van fedve egy ilyen koporsóval, az még nehezebb. Van olyan is, amelyiken egy hordó van, azt hiszem azt a legnehezebb kinyírni, amelyiken a hordó veszi körül a testőt, a testőt. Természetesen úgy kell plantani, hogy látom, elég gárta vagyok. Most mushroomokat, a gombákat. Ideges gomba, hát az. Ezek majd dolgoznak, remélem. Igaz? Nézzük, hogy dolgoznak. Jaja, lehányja őket, lehányja. És ettől lelassulnak, kurva jó. Viszont azt hiszem, jól látom, kilőtték egy sunflower-omat, hogy rohadjanak meg. Itt álltott nekik az a szerencsétlen. Itt a WC-s zombi. Túlságot kilőd a kezébe, akkor tök bevadulnak. Mondom, a szarás közben kellett fő, aztán szarás közben harapta. Itt van egy például, nagyon nehéz kinyit, nézzetek meg, ilyen WC-t van körülötte, hogy mi ez. Köszönöm, menj rá. Nem elég, hogy basszus, van itt egy főzombi, igen jó, egy főzombi, nem főzombi, csak amit nehéz kinyírni, még itt jönnek ilyen mások. WC-zombi jönnek oldalról, és ilyenkor lenne jó, hogy többen lennék, ott meg megölik a kis... Az meg megölték. Nem tudom mit csinálni most, szóval és egyedül vagyok, hogy meg fognak halni. Kicsik. Hú, kettő is van, bazon, nagyon van. Rádrám, ez is nem tudok. És húzás. Alapból 35-ös seb, ez egy ilyen alteli talál, betalál. Na, tessék, kaptak egy bombát, menjetünk rá. Bang! És még mindig rajta van a fején, vagyis körülötte van az a szar. Ez kurva nehéz lelőni róla.
gyerekek. Egy végig viszem, akkor mit adtak egy puszit? Ez kemény lenne, hogy egy végigvinném. Szerintem most jön majd, nem is tudom melyik kör. Ide kell egy izé, igen. Sietve. P-shooter. Sima P-shooter. Ennyi, és akkor még ide valahol lehet azt hiszem plantolni. Az ott mi? Ott egy gyémánt. Az azt hiszem 50-et ad? Mennyit ad? Gyémánt. Egy százas, ezt kellett volna kihagyni. 8. körjön, úristen, és még mindig full egyedi vagyok gyerekek, úgyhogy... Ez még itt él, mint hal a szatyorba nézzétek, mert ez szerintem még nem csinált semmit. Nem jót, nem jót sejtek. Nem sejtek valami jót. Azt pont kilőttem. Ez igen. Meg kell állítanom a bombát. Fasz meg. Köszi. Nem lehet a kezéből kilőztetem a bombát? Ez hihetetlen. Hát, bevérzünk gyerekek, bevérzünk. Dara, dara, gyorsan! Egy már innen kis szoros. Nem tudom mennyire fogom én ezt túljönni, az biztos be fogja vinni gyerekeket. Nem, nem, nem biztos! Nem biztos, hogy szétdaráljuk. Gyerünk kicsik! Nem kell sok! Kupva szádat, rohadék! Utolsó percre megoldottuk! Ezért érdemes mindig plantolni, látjátok gyerekek? Ilyen okos kis növényeket, amik segítenek neked abban, hogy legyőzzük a gomaszt. Uha. És még ezek is ilyen, ha jó, mondjuk innen támadtak, jobbról, tehát... Azok meg... Nem, azok se haltak meg. Ügyesek vagytok. Ja, nincs sunflower-en most az a gáz, mi? Az ám. Úgyhogy még van... Ezt a kör túléljük, utána utolsó a 10. kör, az is megvan, akkor nagyon nagy császár vagyok. Ezt meg. Ezt kapjátok el. De ne engem baszunk, ezt tudok nekem baszunk. Nagyon szarú állok, úgyhogy nekem mennem kell plantoljuk ide egy kis sunflower-t, mert végem van. Nem ezt, az a véletlen már így nyomtam. Azt hiszem azok még nagyjából védik itt a kertet, nem? Jaja, fogják. Ott van egy kemény, már megint itt egy holdét. Na jó, akkor darab. Nincsen berim. Vagy nem beri, hanem bab. Bomba az info, nagyon jó lenne. Vagy kis élete. Most van, pont van bombám. Szóljál, kösz. Na ezt kapjátok ki gyerekek. Hol meghalok? Hol meghalok, igen. Kicsit várok még, hogy elmenjenek ezek a köcsögök után. Aztán mit dob? Ó, hát hány oldalon vagytok? Hát ez így kurvára nem fel, gyerekek. Jó, kinthez van, de ott. Tudod még izéni? Use team retry. Még egyszer megpróbáljuk. Szóval megmentettem a csapatot. Egy ilyet beplantolok kurva gyorsan, 15 másodperc a rendelkezésemre, hogy itt végig vigyem a csapatot, rallítsam. Akkor majd megint elrakok egy sunflower-t, hogyha esetleg megint úgy van, hogy gázba vagyok, akkor oda megyek és hajská, tudom magamat hílelni. Ide még szeretnék egy ilyen bambúsatot, és ide jön a sunflower, itt majd tudok töltődni. Na és akkor most jöhetek, én meg felugrok valami kurva jó helyre, hogy ne bírjanak elkapni, és itt nekem ez így jó is lesz. Na innen majd én itt darálok. Azokat a köcsögöket, futballistákat kell kinyírni, mert azok nem tudják azt hiasztatni. Ott van-e? Dobok egy bombát neki. Na aztán az a bomba, az a chili bomba, az elkap valakit, akkor leszedött 250-et. Egy, az biztos halál, hogyha valakinek betalálsz fúra. Múlt egy érbe és annyit szoktam káromkodni. Mert mondjuk nagyon hasznos. Gyerünk már! Jó van, kurva jó fejtettök. Azért egyedül vagyok, ha nem bírom bevédeni.
próbálok, tőlem telhető. Már mindjárt vége a körnek, hogy egész jó vagyok. Bombán, tudnék dobni egy izét, egy bab bombát, vagy nem isten. Ír oda az émet, igen? Az utolsó zombi. Köcsög. Utolsó kör jön, srácok, utolsó kör. 20 perc vagy a videó. Videó. Ide egy bambusot még egyszer. Gyors körbejárom el, hogy látom ki van hol, vagy itt megint a kicsiket megölték. Ugye itt van egy bambú, ott pedig egy sima. Az itt van nagy gáz, ezt hogy látom. Jaj ne, boss mód már megint. Hufa. Na bassz meg. Igen, na ezt nem szemfog tudni. Ez amit mondtam, ez a Dracula genyó. Ez nem lehet. Ez egyszerűen egyedül nem lehet. Ez is a félig van már csak a izém. Hol a Dracula? Aztán, azért van egy nagy is, egy nagy dög, ami az előbb is volt. Plusz a Dracula, amit körülbelül kétszer annyi ideig tart kinyírni, úgyhogy ennyi. És egyedül vagyok, kihangsúlyoznám még egyszer, és ez így nem lesz fel. És közben még jönnek ilyen scientistek, meg soldier, meg ilyenek, úgyhogy ez nem az igazi srácok. Nem vagyok megelégedve most ezzel a leosztással. Faszomba már. Elszóltam fölöslegesen ízét. Mi az? Scientist genyed? Végre meghalt. Ja, meg közben van egy tombstone is, azt ne felejtsük, hogy onnan meg folyamatosan jönnek ki a zombik, úgyhogy... De hol van a nagy? Valahol itt a nagy. Hol? Hát, nem bírok külön ezekre arra is figyelni meg a kertre. Be fogok halni. Sunflower az merre van? Meg kell megkeresni. Hát, ha él még. Az... Még egy próbát adok ennek az egésznek, aztán azt mondom, hogy köszönöm a figyelmet. Szóval még egyszer megpróbáljuk. És most honnan indul? Ah, oh, jött valaki, csatlakozott hozzá, nézzétek, ott van Eric Craft, ami elnököm. Több mint valószínű, hogy segítségemre lesz. De remélem, hogy nem olyan balfasz, mert rendszerint jönnek balfaszok, akik kb. Egy zombit nem bírnak kinyírni. Nem is értem, hogy mindenki játszik a folyán játék. Vagy nagyon kicsi lehet az illető, vagy pedig simán balfasz. Nem tudok már sajnos aknevetőt rakni, hogy az nagyon hasznos volt. Hoppá, van egy csamperrel jön, ez már király. Nem csak remélem használat is veszem, te gyerek. Aha, ez már főteleportált. Az még ide bassza a bombáját, Isten áldjon már meg. Szalad a tüzéhez. Ezt feltölteni magam. Honnan jönnek? Honnan? Itt jön a dagi. Szóval itt egy bombot. Tudtam. Jó, még él a csávú, úgyhogy még... Nem mondom, hogy büszke vagyok rá, mert eddig csak egyet ölt meg, ahogy láthatják. Hol van a nagy? Hol a nagy darab? Ott táncolós üzé, a Dracula bassza meg. Jó, most bedarálom. Lekapta én meg kilőttem. Mert Draculára menni. De figyelni kell a keretet is közben, mi újság van. Illetve oda mi? Hol van Dracula? Ott van hátuk. Faszok, amiket rám küldön a vérek. Kibírom még védeni. Ez a Deukatta. Ez az harap. Már félig van az életem. Különösen eltűnik az a legnagyobb probléma ezzel. De hova? Hol van? Ott van. Ne állj be, állj fel, gyere! Bum! És pont eltűnt akkor, amikor felrobbant ez a szar. Mekkora márkodban? Várj, a tombstone az még megvan? Tombstone. Hoppá! Hagyjál már. Itt a vége. Ha! Megeszi! Megette!
beszarok meg ezt a hőzőt Draculát. De nem, mert még előre gél ott van. Nem megy már sehova már bazoga, egy lövés és megfasz a szemét. Szemétláda. Ott van. Bum. Ennyi, mondtam, egy lövés. Ezért kell egy ünötök is köcsökházik. Na tessék. Kösz szépen, kapsz egy tanultot. Ez igen, gyerekek. Nem bírtam volna megcsinálni egyedül. Fabia. Na szóval most az utolsó, hogy utolsó küldés, megvan a tizedik, hogy nekünk el kell menni, ugye mondtam az elején a videónak, hogy jön a Crazy Dave, értünk, oda kell mennünk, és ugye egy másfél perc alatt fog beérkezni, úgyhogy azt való, hogy túl kell élni. Nem lesz egyszerű, elvég ide fog valahova landolni. Ezt a helyet be kell védenek nagyon erősen. Nem lesz egyszerű, mert láthatjátok, itt is ott is mindenhol csak jönnek. Ugye, anyjátok az. Bum. Kinyírták a kis Sunflower-t, nekem itt annyi lesz. Persze, anyja, miért egyszerűen nem volt ma életem, de saját magam azt a fővére még érsz egy 12 szer. Nem bírom? Nem bírom. Jó szerfő, nem bírom. Hát akkor minden. Azaz, ez az, gyere. Meg lesz, köszi. Aranyos vagy, gyere. Na, az gyerek, mondjuk az a gyerek, ez tud játszani, nem úgy, mint a tőjérbe. Sokan bazen nem tudják, hogy melyiknek kell a különleges képviseket benyomni, még ilyenek csak mennek a szaladdának a csomkörre. Úgyhogy álljunk, ide gyors egy izét. Álljunk, ez kellett. Takaroljatok a virágomtól. Ez a 24 másodperc, azt már csak kibír, hogy nyögvany erős, nem? Nem, de már kapjátok egy kebab. Tudom. Ennyi. Húha. Jönnek pajzsosok. Takarodj a virágtól. Vedd meg, adasz. És elvileg 3 másodperc, itt van a Crazy Genyú. Ennyi. Köszönjük szépen! Neki mentünk a fának, jól látta. Kemény, úgy menekültünk meg, hogy meghaltunk, mert neki mentünk a fának. Akkor itt felsorolja, hogy... Mit nyertünk? Ja, 9000 pénzt kaptunk, az nem is rossz szerintem. Na srácok, ennyi lett volna ez a videó. Szeretnétek még ilyet, kérlek jelezzétek a kommentben, mert én mindenféleképpen szeretnék ezzel még játszani. Szóval mindenféleképpen szeretnék visszajelzést tőletek, hogy hogy értékeljétek, hogy tetszik-e. Na annyi lett volna az a videó, lehetek a megközelebbi bármi, amit csinálok, már nem tudom mi lesz az. Szevasztok gyerekek, szevasztok, áreska, ciao.